Ide a sátoraljaújhelyi polgármesteri hivatal ügyfélterébe várják azokat a sátoraljaújhelyi, illetve csatolt település részi 70 év feletti nyugdíjasokat, akik jogosultak a város önkormányzata által a karácsony jegyében jelképes ajándékként adandó vásárlási utalvány átvételére, amihez személyesen, illetve meghatalmazással juthatnak hozzá. Mindkét esetben szükség van a személyi igazolványra és a lakcímkártyára. Több mint 2070 éven fölül sátoraljaújhelyi polgár kapja meg a ajándékutalványt. Igazából olyan magasra helyeztük az egyfőre jutó jövedelmet, illetve nyugdíjat mondhatjuk így is, hogy lehetőleg mindenki beleférjen, tehát 99%-ban mindenki megkaphatja ezt. Vannak települések, ahol ez elég alacsonyra van tolva, tehát ott jóval kevesebben kaphatják meg. Mi úgy gondoltuk, hogy ha lehetséges, akkor mindenkinek jusson. Az utalványokat munkaidőben december 22-ig, hétfőtől csütörtökig, 8-tól 16 óráig, még pénteken reggel 8-tól 12 óráig lehet átvenni. Aki ezt eddig az időpontig nem, az januárban ezt még meg tudja tenni. Ez összességében a értékét figyelmébe szimbolikus ajándék, de azt szeretnénk, hogy akinek senki nem ad ajándékot, mert akinek nincsenek rokonai, hozzátartozói, ráadásul még akár egyedülálló, az is érezhesse azt, hogy odafigyelnek rá. Jelen esetben az önkormányzat, ez valahol így illik, és így is kell, hogy lennie. Ezért döntöttünk ilyen jövedelemhatár mellett, tehát több mint 2000 új helyi polgárt érint. Az átvételhez szükséges meghatalmazást a polgármesteri hivatal portáján, vagy a város hivatalos honlapján is megtalálják az érintettek. Ide a sátoraljaújhelyi polgármesteri hivatal ügyfélterébe várják azokat a sátoraljaújhelyi, illetve csatolt település részi 70 év feletti nyugdíjasokat, akik jogosultak a város önkormányzata által a karácsony jegyében jelképes ajándékként adandó vásárlási utalvány átvételére, amihez személyesen, illetve meghatalmazással juthatnak hozzá. Mindkét esetben szükség van a személyi igazolványra és a lakcímkártyára. Több mint 2070 éven fölül sátoraljaújhelyi polgár kapja meg a ajándékutalványt. Igazából olyan magasra helyeztük az egyfőre jutó jövedelmet, illetve nyugdíjat mondhatjuk így is, hogy lehetőleg mindenki beleférjen, tehát 99%-ban mindenki megkaphatja ezt. Vannak települések, ahol ez elég alacsonyra van tolva, tehát ott jóval kevesebben kaphatják meg. Mi úgy gondoltuk, hogy ha lehetséges, akkor mindenkinek jusson. Az utalványokat munkaidőben december 22-ig, hétfőtől csütörtökig, 8-tól 16 óráig, még pénteken reggel 8-tól 12 óráig lehet átvenni. Aki ezt eddig az időpontig nem, az januárban ezt még meg tudja tenni. Ez összességében a értékét figyelmébe szimbolikus ajándék, de azt szeretnénk, hogy akinek senki nem ad ajándékot, mert akinek nincsenek rokonai, hozzátartozói, ráadásul még akár egyedülálló, az is érezhesse azt, hogy odafigyelnek rá. Jelen esetben az önkormányzat, ez valahol így illik, és így is kell, hogy lennie. Ezért döntöttünk ilyen jövedelemhatár mellett, tehát több mint 2000 új helyi polgárt érint. Az átvételhez szükséges meghatalmazást a polgármesteri hivatal portáján, vagy a város hivatalos honlapján is megtalálják az érintettek.